Hajó Napló vasárnapi iskola sorozatának volt vendége július 12-én a Together Gospel Singers, ahol a három énekes mellett egy lelkész konferenciát tették egészen egyedivé a koncertélményt. A koncert előtti beszélgetőtársam Magyarósi Adrián volt, aki bevezetett a nem mindennapi produkció rejtelmeibe. Adrián, az a kérdés feszeget engem, hogy hogy dönti el 2019-ben, vagy 18-ban alakult az egy zenekar, hogy gospel lelket fog énekelni? Vagy hogy találkoztatok ti ezzel? Hogy lett ez számotokra fontos? Csobán Éva, ennek a Together Gospel Singersnek a megálmodója, ő ismert minket az esküvő szakmából. Aha. És ez a gospel, mini gospel kórus, ez neki volt alapvetően az ötlete, és megtalált minket, illetve hát ez egy kicsit bonyolultabb volt, de a lényeg, hogy összejöttünk mi így, és az alapvető ötlet az az volt, hogy kifejezetten szertartásokon énekelnénk, tehát amikor párok összeházasodnak. Tehát ez azt jelenti, hogy ma Magyarországon az esküvőkön igény van gospel kórusra? Igen, ez még mindig egy elég új dolog, pedig már ugye egy másfél éve körülbelül létezik a dolog, de nagyon szokott tetszeni. És hogy látod, van rá igény? Egyre növekszik? Igen, abszolút. Nagyon pozitív fogadtatása volt ennek a dolognak, úgyhogy reméljük, hogy és akkor van ugye itt a negyedik tag, aki tulajdonképpen, hogyha jól értelmezem, akkor összeköti szöveggel, és mint egy lelkész, tulajdonképpen ő ez egybe a szertartás? Tehát az, hogy ti énekeltek, és ő pedig az összekötő szöveget mondja, tulajdonképpen ez alatt összeadja a párokat? Igen, ő felszentelt lelkész, tehát ő levezeti magát a szertartást, összeadja a párt hivatalosan, és a szertartás egyik eleme ez tulajdonképpen, hogy egy bevonulásnál például élő zene van, mert mi énekelünk, akár zenei alappal, akár zongorával, mert az énekesnő, a Sándor Évi, ő zongorázik is. Zenekarral is szoktunk mi fellépni, illetve volt rá példa, volt egy nagy koncertünk decemberben. Tehát egy akkor egy adventi koncert. Igen, ugye egy picit ott csúcsosodik ki a karrieretek a téli időszakban, gondolom, amikor az emberek eleve befele fordulásban vannak. Minden évszaknak megvan a maga kis olyan lelkileg olyan rész, akár egy húsvét például. Aha. Annak is van egy olyan vetülete, hogy akár vallási szempontból nézzük. Igen, a spirituális ünnepeket követi. Igen. Nem tudom, hogy egy szertartás amúgy mennyire hosszú, vagy most például leképezik ezek a dalok a szertartásokat általában? Vagy több vagy kevesebbet kellett idehozni? Szerintem egy picit annál kevesebb, de attól függ, hogy vannak rövidített verzióink is dalokból, hogyha például egy szertartáson azt szeretnénk, hogy felemelő pillanat legyen még a szokásosnál is egy gyűrűhúzás, és akkor ott nagyon örülnek egymásnak a pár, felhúzzák a gyűrűket, és akkor például azt is egy aláfestéssel szoktuk, hogy oda is énekelünk egy rövidített verziót egy dalból akár. Tehát akkor tulajdonképpen mai tanúi lehetünk majdnem egy ilyen házasságkötésnek? Annak nem. Olyan dalokat válogattunk a repertoárunkból, amik a legpozitívabbak és a legjobban közvetítik azt a szeretetet, amit mi szeretnénk átadni. Úgyhogy nem kifejezetten szertartásra való dalokat, bár olyan is van benne, ami elhangzik szertartásokon. Mondjuk eleve egy esküvőn azért nem sok negatív pillanat van, vagy szomorú pillanat, úgyhogy gondolom, hogy szeretettel teliek ezek a dalok. Persze, igen. Maradt-e nektek a koncertnaptárotokban valami itt ebbe a bizonytalan időszakban? Minél több szertartáson is szeretnénk énekelni. Az, hogy külön önálló koncerteket hogy szervezünk, az még a jövő zenéje, de ezek is a terveink között vannak. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és remélem, hogy ezzel a Hajónapló vasárnapi iskolával is ráteszünk
egy nagy felkiáltóját és egy aláhúzást a ti szerepetekre a magyar könnyű zenei, vagy akár komoly zenei életben, nem tudom, hogy hová soroljam. Könnyű. De abszolút, könnyű abszolút azt gondolom, hogy szükség barátok, és ez egy tök izgalmas színfot. Köszi, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen. Öröm, boldogság, szeretet. Ez a gospel műfaj fő célja, hogy ezt terjessze, ezt vigye el mindenhová. Most ma is ezt próbáljuk itt a virtuális téren keresztül átadni, hiszen éppen itt az ideje, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy az emberiség egyik legnagyobb adománya éppen az, hogy szeretni képes. Oh baby.
a B-ben.